Szavaztok! Husqvarna 553 eres. Hideg indítás következik. Szivató. T45X M12-es a damilfej csapágyozott koppintóval. Pillantás, látszik, hogy külön forog. kW, 3,1 lovas, svéd gyártmány. Mindjárt bemelegszik és húzzuk neki tőgázon. Kipufogóban nincs lerakódás. Mármint a műanyagházon. Ez annak köszönhető, hogy a karburátor normálisan be van állítva, nem kap több benzint, amennyi kell neki. A 3 mm-es kocka profilú damil megsakottja neki egy méteres gazba. Aki fűgaszát akar vásárolni, ajánlom neki, hogy ne a Hectet, a Gardenfieldet, meg a Kraftot, meg ezt a sok kínai szart vásárolja 60 ezerért, mikor még hozzápótol 140-et. És most nem egészen 195 ezer forintért kap egy ilyen gépet. Aki, ha vigyáz rá, évtizedekig elmegy egy normális 140-es LS plusz Husqvarna keverékkel. Szúrhatja neki napi 15 órába is, vagy napi 25-be, hogyha bírja az illető. Ez nem fog beszarni. Azért mégiscsak egy X-Torque motorról beszélünk, ami hát nem azt mondom, hogy keveset eszik, mert szereti a hasát, de egy másfél órát nyugodtan lehet dolgozni 8 deci benzinnel nagy gazba, tőgázon, ami szerintem egyáltalán nem rossz. Tehát valamivel letetni kell ezt a szörnyet. Hát a friss levegőtől
nem hozza azt a teljesítményt, amit rá van írva, és a 9000-es fordulatot sem. Szomszédok biztos örülnek, de hát ki a faszt érdekel, igaz? Kapják be. Most arra elég, hát nem forró, de elkezdődhet a munka. Mert hülye állat az, aki hideg motornak húz a tőgázon. Biztos magára ismer egy-két idióta, aki ezt a videót most megnézi. Egy-két balfasz. Hát közel nincs meg egy éve a masina, de én kurvára szeretem. De majd remélem, hogy a komával most idén Maszágba megint el tudunk menni, vagyis el tudunk menni. Ez egy új koma. És tudjuk neki veretni majd. Ami csak a csövön kifér. De aki kaszás keres, az nyugodtan írhat a videó alá. Esetleg a videó alatt feltüntetett e-mail címre, hogyha egy hatalmas területet kell kaszálni. Az árba megegyezünk, mert a masina az pöcröf. Minden egyes indításnál első fél behúzásra, tehát ennyi. A masina az itt kezdődik, nem pedig a Démon és a Strauss világába. Egyszer megveszitek gyerekek a normálisat, legyen az 200.000 forint, ha csak egy ilyen kis portát, körülbelül egy ilyen 10-15 centis füvet vágtok vele ház körülre, tökéletes. Tehát ezt a normálisan használod, nem az, hogy bum 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 húzgálod neki a gáz, mint egy idióta, és úgy vágsz vele minden egyes suhintás közben, úgymond, most ilyen parasztosan mondom, suhintás közben, akkor nem fog elkopni, tehát hogy folyamatosan húzod a gázt és úgy kaszálsz vele, az a kuplunk az egy örök élet. De hogyha ökörmódon használod is, akkor is körülbelül 10 év ház körüli munkákon. De most egy kuplunk betét, Istenem, hát mennyi lehet? 10.000 forint? Húha, nagy összeg 10 évre. Na de hát majd kiderül. Nem szándékozom eladni, mint a társait, az 153R, ami fönt van a csatornámon, meg a 135, meg volt a kis Oleomak 25 Spárta, azok nem jöttek be egyáltalán, úgyhogy attól meg is szabadultam. Ez fasza. Ezzel olyan jó dolgozni, mint hogy zálom. Ennyi. Kicsit még lehetne rajta karbulárni, tehát a karbin állítani, hogy még többet pörögjön, de úgy gondolom, hogy ez is rettentő sok. Nem kell nekem több. Nem akarom szétpörgetni. Inkább maradok ennél, amit hallottatok a videóba. Úgy. Köszönöm, hogy megnézted, lájkolt, ha tetszett, diszlájkolt, ha nem. Aztán menj az anyád picsájába, mert egy hülye idióta vagy. Egy kínai fan. Úgyhogy... Szevasztok!